Pásztor István már reggel leadta voksát a nemzeti tanácsi választáson. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke fél kilenckor szavazott a Noszai Általános Iskola épületében. Fremond Árpád a magyar összefogás lista vezetője kora délelőtt voksolt lakóhelyén, Pacséron, az általános iskolában kijelölt szavazóhelyen. A szavazásra feleségével és gyermekeivel érkezett. Hajnal Jenő a Magyar Nemzeti Tanács előző összetételének elnöke szintén már a kora reggeli órákban élt szavazati jogával, és leadta voksát a Magyar Nemzeti Kisebbség Önkormányzati Szervének következő négy éves összetételére. Mindezt feleségével együtt a Zentai hetes számú a Stefan Sremác általános iskolában kialakított szavazóhelyen tette meg.